Bármilyen felállásban legyen lelkész házas pár, a társnak, tehát aki a nem lelkész, mindig nagyon sok feladat jut, és tényleg fel kell vállalni azt, hogy hát lelkésznek lenni az nem egy személyes akció, hanem hát ez csapatmunka. Áldás békesség, köszöntöm Önöket az idei nyár talán eddigi legmelegebb napján a Balaton északi partjáról. Videósorozatunk második részében Felsőörsre látogatunk, ahol kántorné Pólus Ibolya lelkipásztor mutatja be a helyi templomot és a gyülekezetet, akikhez mindenképpen érdemes ellátogatni, akár nyaralás alatt is. Ismerjék meg a felsőörsi reformátusokat! Felettünk ez a csillár. Igen, egy nagyon szép csillárt látunk. 2018-ban nyertünk egy pályázatot, és abból a templomot belülről felújítottuk. És hát tulajdonképpen ennek befejezéseként született meg a csillár, de ez már önerőből, mert a gyülekezeti tagok adományozták, és a gyülekezeti tagok alkották. Nagyon különleges közösségi munka. Hány tagja van most a gyülekezetnek? Kicsi gyülekezet vagyunk, 130-an vagyunk, akik hivatalosan is az egyházközséghez tartozunk. Azt gondolom, hogy ennél többen vannak reformátusok itt. Én azt gondolom, hogy 150-180 ember az, akire tudunk számítani. Nyáron magasabb ez a szám? Nyáron nem. Nyáron nem, tehát ránk nem jellemző az, mint a közvetlen balatonparti településekre, hogy megduzzad a létszám, mert hogy 3 kilométerre vagyunk a Balatontól, és ez számít. Mi a vonzereje ennek a gyülekezetnek? Tényleg nagyon nyitottak vagyunk. Nem zavar, hogyha egy kisbaba végig sérje az Isten tiszteletet, mondjuk nekem is van 3 gyermekem, egy időben ők is sírtak az Isten tisztelet alatt is akár, de tényleg toleránsak vagyunk, nyitottak vagyunk mindenféle felekezet felé, vagy akár egyházon kívülről is természetesen vannak, akik bekapcsolódnak. Ha már a saját gyerekeit említette, olvastam, hogy a férje építészmérnök, ugye? Igen. Ez egy nem egy szokványos felállás, hogy a családban a nő a lelki pásztor, a férjnek pedig civil foglalkozása van. Igen. Azt gondolom, hogy bármilyen felállásban legyen lelkész házas pár, a társnak, tehát aki a nem lelkész, mindig nagyon sok feladat jut, és tényleg fel kell vállalni azt, hogy hát lelkésznek lenni az nem egy személyes akció, hanem hát ez csapatmunka. Az én férjem, ő tényleg nagy szeretettel bekapcsolódik mindenfajta építkezésbe, ami itt folyik, és ő állandóan a műszaki ellenőrünk. Nem a csodálatos halfogás volt a téma az idei gyerektáborban. Talált süllyedt, így van. Összesen ilyen 65 gyereket is sikerül egy nyáron táboroztatni. Ők mind a gyülekezet tagjai? Nem. Volt ilyen ebben a táborban egyébként, hogy olyan gyermekek jöttek, akik nem jártak még sohasem hittanra, és tényleg lehetett látni, ahogy napról napra kinyílik a tekintetük, a szemük, olyan lelkesek lettek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek lépések Jézus felé, és egy-egy ilyen tábor nagyon alkalmas erre, hogy ezt az intenzív élményt ezt megadja a gyerekeknek. De kapun vannak ezek a szőlőfürtök, a Balatonfelvidéknek meg szinte kötelező eleme a szőlészet, borászat. Vannak a gyülekezetben is olyanok, akik ezzel foglalkoznak? Hogyne, sok gyülekezeti tagnak van szőlője, pincéje, és bizony sokat dolgoznak ott, és hát az úrvacsorai bor mindig a saját szőlő termésből jön, és megízlelhetjük, hogy most ezt ez a gazda készítette, termelte, most a másik gazda, és hát ilyen módon mi is tulajdonképpen a részeseivé válunk. Igazi kuriózumok vannak itt előttünk, Felsőörs Református Egyház, vegyes anyakönyv,
1796-tól 1877-ig. El sem tudom olvasni ezeket a gyöngybetűket. Igen, ez nagyon nehéz egyébként elolvasni. Nekem magamnak sem sikerült még kisilabizálni. De most a keresztelésnél ugye nagyon sok érdekességet lehet látni. Legalább 20-25 keresztszülő van itt egy-egy névhez. De ez hogy lehet? Nem tudom, rengeteg keresztszülő volt akkor, tehát volt legalább 20. És ez kinek volt itt a szobája? Kinek ez, a bútorai, amit igen, itt látunk? Igen, Gáti Ferenc tiszteletes, tehát elég viharos időszakokat élt ő meg. Egy háború, egy forradalom, akkor egy kisajátítások. És hát, mi az ő öröksége? Egy szóval kéne fogalmazom, azt mondom, hogy kitartás, és minden áron ott maradni, segíteni abban a helyzetben is, akkor, ahogyan tud. És én ezt megkérdeztem egyszer az egyik egyháztagunktól, Gabi bácsitól, aki most lesz 90 éves. Megkérdeztem, hogy Gabi bácsi, de mégis hogy tudták elviselni azt, hogy egyik napra a másikra úgy elvettek mindent. És akkor azt mondta nekem, hogy egyet ne felejts el, Judit. A Krisztus hitünk az mindig megtartott. Ez az egy volt, ami megmaradt nekünk, de ez bőven elég volt.